A videót a Metagame támogatta. A kártyákról minden infót megtaláltok a leírásban. Sziasztok srácok, én Bála vagyok és üdvözöllek titeket egy nyereményjáték videóban. Igen, jól láttátok, decemberben van itt a karácsony és nyereményjáték közösen a Metagame-mel. Nem akarok túl sokat sztorizgatni, de nekem ez a karácsony most tényleg hatalmas dolog, mert nem voltam itthon karácsonyozni, kint Tajvanon pedig egyáltalán nem ünneplik meg ezt az egész dolgot, szóval elég nagy karácsony hiány lépett fel a szervezetemben, szóval nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok annak, hogy végre érkezett ez a hónap az évben. Egyébként a szűnapom is ebben a hónapban van, úgyhogy különösen vidám nekem ez a 4 hét az évben. Szóval Facebookon kiraktam egy adventi naptárat, mindenképpen csekkoljátok le. Egyébként annyit kell erről tudni, hogy minden nap egy darab Pokémon ki fog esni, és karácsony napján, 24-én kinek melyik a karácsony napja, megtudjuk, hogy ki a legjobb jég Pokémon a játékban. Szóval visszatérve a nyereményjátékra. Ezt a fantasztikus Shining Legends Pikachu Collection-t lehet majd megnyerni. Egy darab nagyon szerencsés embernek, aki belájkolja a Metagame, illetve a benszülött Bálna Facebook oldalán, és a Metagame hivatalos posztján, amit meg fogtok majd találni a videó leírásában egy linken, beírjátok, megírjátok, megadjátok egy kommentben, hogy melyik a ti kedvenc Pokémonotok. Hogyha ez a három dolog teljesül, akkor részt vesztek a sorsoláson, akinek a győztese elviheti ezt a fantasztikus Shining Legends Pikachu Pink Collection-t. De Bálna, mi az a Shining Legends? A Shining Legends a Pokémon Sun and Moon szériának egy ilyen kiegészítője, ami összesen 78 angol nyelvű kártyát számol és 2017 októberében jelent meg. Ezeket a kártyákat kizárólag boxokból és ilyen pink collectionokból lehet összegyűjteni, külön a boostert, ha én jól tudom, akkor senki nem forgalmazza. Épp ezért ebben a boxban 3 darab ilyen kártyacsomagot is találsz, plusz ugye ott van a pin is. Meg fogom nektek mindjárt mutatni, kicsomagolom ezt a dobozt, szóval nem ezt fogja megkapni az, aki majd nyer, hanem kap egy teljesen újat a Metagame felajánlásával. Szóval, még a Shiny Legendsről egyetlen gondolat. Minden pakliban 11 lap van, amiből legalább 2 foilos és GX kártyák is vannak benne, szóval nagyon jó esélyekkel válok bele abba, hogy valami vidámat nyissak nektek. Ha felkészültetek, akkor nézzük meg, hogy mit rejt ez a doboz. Szóval itt látható a Shining Legends Pin Collection Pikachu Edition. Legalábbis én így kereszteltem el, mert ugye Pikachu pint kapunk hozzá, Pikachu lesz egy holókártya, ami szerintem semmilyen más szériában nincs benne ez a grafika, tök szép, és ugye hát az egész dizájn úgy van megcsinálva. Figyeljetek, itt fulladás veszélyt ír ki a játék, szóval ne egyétek meg a kártyákat, ne nyeljétek le, nem a legjobb ötlet. Soha nem tudom, hogy mi a legjobb módja ezeknek a nyitásoknak. Ha tudtok valami okosabb dolgot, akkor írjátok meg. Rendben, sikerült lemarnom az oldalát, és most kiszedem a belsejét. Hát itt látható az egész csomagtartalom, ugye 3 darab Shining Legend Booster, itt egy Pikachu, nézzük is meg azonnal, hogy milyen ez a kis pinit. Ez a Pikachu nagyon az animéből emlékeztet engem a kicsit az új grafikára, vagy az újra stílusú Pikachu-ra, egyébként nem néz ki rosszul. A szereplők, például Ash, Brock sokkal furábban néz neki, ez a Pikachu szerintem elég aranyos. Tehát akkor nézzük meg ezt a csúcskártyát, amivel promózzák ezt az egész kollekciót, itt van velünk Pikachu. Thunder Wave Electroball 50 seb. Elég jókat tud ez oda pörkölni, nagyon királynak tűnik. Most pedig, hogy ezzel megvolnánk, nézzük meg a 3 booster csomagot. Az egyik az, wow, Rayquaza, Shiny Rayquaza, és 2 Mewtwo-s van. Hát én szerintem egy Mewtwo-sot nyitok, utána megy a Rayquaza, és aztán végén még egy Mewtwo. Ó, és majd elfejtettem, van benne kódkártya is, király! Na srácok, nyitom az első pakkent, és nézzük, hogy mi van ebben a csomagban. Nem cserélek meg semmilyen kártyát, csak szimpán mutatom nektek. Wow, nagyon szép ez a szívárányos grafi. Azt, ezek mind új kártyák? Betarás! Betarás? Jól van. Tudok beszélni. Szóval ez nekem mind új. Te jó ég, nagyon királyul néz ki a Jinx. Shroom is. Minun vagy Minun? Kinek hogy? Kinek a pap, kinek a Minun? Quillfish! Juhúj, de vére szívta, merre szívta. Te jó ég. Aztán egy Reverse Holo Sophocles. Ez a kártya, ezek egyre szebbek ezek a grafikák, te jó ég. Oh, bitch, please! Bocsánat srácok, mindent ledobtam az asztalról. Hogy az anyámban néz ki ez a Raichu GX? Mennyire bedesz? Oh, Powerful Spark és Thunder. 3 energiából 160-at, 30-at besebes saját magának, és mi a GX? Paralizál. És 120 damage. Egyáltalán nem rossz. És nagyon sok HP van ennek a Raichu-nak. GX-et nyitottam. Na, ennyit erről. 3-ból 1.
Aztán volt benne meg egy Hau, egy Great Ball és egy Arbok is. Hú, lehet, hogy ez... Én erre a grafikára sem annyira emlékszem, de király. Tök jó lapok voltak benne. Nézzük a másodikat. Srácok, itt vagyok a második, vagyis Rayquazás boosternél. Gyorsan kiszerem a kódlapot, ez már jó lesz máskor. És akkor nézzük úgy, ahogy az előbb. Ó, oh, Zorua. Ugye a sorozatban lehet Zoroark GX is, de hát letépném a hajamat, meg mindenemet, hogyha az lenne benne. Itt egy Litten, vidám kis alolakezdő. Aztán még egy Quillfish. Shroom is. Ugye nincs túl sok verzió. Mondtam, hogy 78 fajta kártya van összesen benne. Aztán egy Golett. Egy nagyon szép reverse holós Energy Retrieval. Király, nézzük mi a kövilap. Shining Mew! Wow! Erre mit tud? Gyerekek, ez nem látszik kamerán át, de konkrétan, mint hogyha fluoreszkálna, mint ha világítana ez a lap. Lehet, hogy világít? Esküszöm, hogyha lesz valami neonfényem, akkor megnézzük. Ez nagyon para. De jó, ez a kártya még dísznek is nagyon szép. Aztán volt benne egy Fairy Energy, Super Scoop Up, ez egy... Oh, Feraligator. Ezek a Shiny Legendsek nagyon jó lapok. Nagyon jó. Ez a booster, ilyeneket akarok csak nyitni, mindegyik öröm. Incicaror is benne van, meg Feraligator is. Ez mi? Ez OP, hát... Eddig miért nem ilyeneket nyitogattam? Profane Punch és Flare Beat 180. Anyám. Ez olyan, mint egy GX kártya, gyerekek. Ez nagyon veszélyes. Ez a Feraligator is nagyon pova, mondjuk ez 4 energia kell. Na jó, hát ez rohadt durva. Nézzük az utolsó boostert. Na itt vagyok az utolsó Mewtwo-s boosteremmel. Sikerült volna lenyúzni mindent. És akkor lássuk az utolsó lapokat. Hát én már semmi durvára, itt egy Torraket. Megvan az egész család egy darab boxból. Három darab boosterről megvan az egész cica család. Nagyon király. Gyerekek, na jó. Totodile. Wow, de szép. Hadd nézem meg közelebbről. Csúcs. Oké, ebben nagyon jók vannak. Bizzle, Buzzle, akármi. Még egy Pikachu, ilyen szivárványos verzió. Ez is nagyon döffi. Bulbasaur, szevasz! Nagyon cuki vagy te is. Söpörjünk tovább. Oh, Volcarona, reverse holo. Mondjuk nem annyira vágom ezt a lapot. Nem használtam még a Larvestert Volcaronát semmiben. De jól néz ki, nagyon nézik mi az utolsó. A közül az egyik lap. Pakke! Én ezt nem hiszem el, gyerekek! Ezt... Wow! Én esküszöm, én levettem egyet a polcra metából, én... Ezekben ilyen sok a GX? Gyönyörű szép Entei GX, látjátok? Full art. Ha jól tudom, igen. 180 AP, Combustion 50-et vesz lesz, 100-at Fire Fang-el, és még Burner is. Gyerekek, Shining Legends az új OP. Ilyeneket kell nyitni. Oké? Okay? Te jó ég. Fighting Energy, Pokémon Catcher, még egy energia, trainer, egy elektród volt benne, és ez az utolsó lap, hát nyomjuk egy kis összegzést. Ez valami elképesztő, srácok, három boosterből két GX-et nyitni, ez még a Petinek is nagy szerencse lenne, de nekem? Ráadásul két rohadt jó GX lapot nyitottam, szóval ezeket tökre beleépítettem bármilyen paklimba, és itt volt még egy másik csomó jó lap, itt volt Feraligator, Incicaror, ahogy én szoktam mondani, és egy csomó más lap, amit bele tudok építeni végre a pakliaimba, ami nagyon hasznos dolog, mert most úgy éreztem egyébként, hogy a Burning Shadows-ban rengeteg ilyen úgymond kuka lap volt, szóval ez a Shining Legends, ez nagyon baró, én tényleg mindenkinek nagyon tudom ajánlani, és vegyél részt a nyereményjátékban, mert tiéd lehet egy ilyen box, és valószínűleg te is tudsz nyitni majd GX-eket, úgyhogy ne felejtjétek a szabályokat, Metagame Facebook oldalát lájkolni, a Benszült Bána Facebook oldalát lájkolni, és a Metagame posztja alatt írni egy kommentet, mégpedig azt kell megírnod, hogy melyik a te kedvenc Pokémonod, és részt veszel a sorsoláson, ott minden információt meg fogtok tudni találni, illetve a leírásban is találtok majd linket ehhez. Ne felejtjétek az adventi naptárat se, vigyátok magatokra, és ne felejtjétek, vigyétek a ceteket. Pacsi! Hogy jó legyek, ütásom oldalán.